Tisztelt ház! Nehéz szívvel állok most önök előtt. Egy olyan embertől búcsúzom, akinek politikusként és magánemberként is sokat köszönhetek. Ezért megtiszteltetés a számomra, hogy e ház falai között, az MSZP elnökeként én emlékezhetek meg a magyar és az európai történelem egyik kiemelkedő politikusáról, Horn Gyuláról. Kevés olyan politikus van, aki korának formálójaként cselekedeteivel beírja magát a történelem könyvekbe. Ő ilyen volt. És nem csak, hogy beírta a nevét ezekbe a könyvekbe, de egy egész új fejezetet is nyitott, az egységes Európa és a szabad Magyarország megteremtéséről szóló fejezetet. A 90-es évek elején ellentmondásos és útkereséssel teli világban vált rendszerváltó politikusból rendszerépítő államférfivá. Cölöpöket szedett fel, és cölöpöket vert le. Az első között ébredt rá a régi rendszer tarthatatlanságára és a változás szükségességére. Oroszlán része volt a diktatúra rendszerének felszámolásában és a keletet a nyugattól elválasztó vasfüggöny lebontásában. Meggyőződéssel vallotta, hogy a magyar emberek jólétének feltétele az igazságos, demokratikus és szabad Magyarország megteremtése. Azok közé tartozott, akiknek bátorsága, józansága és elkötelezettsége nélkül nem valósulhatott volna meg a békés átmenet és a demokratikus Magyarország megteremtése. Ezért tisztelték és becsülték őt Európa szerte. Ezzel pedig tiszteletet és megbecsülést váltott ki Magyarország számára is. Horn Gyula sokat tett azért, hogy a megszerzett nemzetközi tekintély adta lehetőséggel, aztán élni is tudjunk. Történelmi felismerése volt, hogy az új Magyarország gyenge lesz egy átalakuló világban, ha csak egyedül próbál boldogulni. Tudta, hogy az euróatlanti integráció Magyarország sikerének és felemelkedésének nélkülözhetetlen kerete. Tisztelt képviselőtársaim! Elkötelezett baloldaliként történelmi szerepe volt a demokratikus és modern MSZP megteremtésében. Erős kézzel és fáradhatatlan munkával szervezte újjá a hazai baloldalt. A teljes megsemmisülés határáról, mások által teljesen reménytelennek tartott helyzetben, ambíciózus célokat mert kijelölni az MSZP számára, mint a párt megújítása és újjászervezése, a nemzetközi elismertség megszerzése, a váltópárti státusz elérése és a választási győzelem. 4 év alatt kormányzó erővé és megkerülhetetlen tényezővé tette az MSZP-t. Miniszterelnökként pedig következetesen folytatta Magyarország demokratikus átalakítását és hazánk euróatlanti integrációját. Kormánya nehéz döntések árán a szakadék széléről fordította vissza, és állította fejlődési pályára a magyar gazdaságot. A kisemberek következetes képviseletével pedig biztonságot és kiszámíthatóságot hozott a nehezebb sorsú emberek életébe. Ő is nehéz sorból indult, gyermek és fiatal korában megtapasztalta a nyomort, de bármilyen magasságba emelkedett is, soha egy pillanatra sem felejtette el, hogy honnan jött. Reálpolitikus volt, aki mindig előrébb látott, mint kortársai. Kiváló politikai és taktikai érzékével helyes célokat tűzött ki, és azokat el is érte. Ezért lehetett a rendszerváltás utáni Magyarország legsikeresebb miniszterelnöke. Mindig elismerte a teljesítményt, ezért tisztelték. Ahogy ő is megadta a tiszteletet mindenkinek. Barátnak, szövetségesnek és politikai ellenfélnek egyaránt. Olyan politikai kultúrát képviselt, amely a párbeszéden és a kompromisszumok keresésén alapult. Hitt a konfliktusok tárgyalásos rendezésében, mert tudta, hogy a stabilitás feltétele egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartása. Számunkra, baloldaliak számára Horn Gyula több volt, mint politikus, több volt, mint miniszterelnök, több volt, mint pártelnök. Halála pótolhatatlan veszteség. Politikai életútja példa arra, hogy a magyar emberek és a nemzet valódi érdekeinek felismerése és azok helyes és következetes képviselete mindennél előrébb való. Büszke baloldali, valódi demokrata, igazi államférfi volt. Nyugodjék békében! Tisztelt képviselőtársaim! Most kérem, hogy néma felállással adózunk Magyarországot miniszterelnök elnökének.
Köszönöm.